Nehezen viselet, hogy a hatvanadik jön? Igen, most először gondoltam bele, hogy, hogy, hány éves is vagyok. Az ötven se érdekelt, a negyven se érdekelt, ez a hatvan, ez az én már vízválasztó. Ilyenkor az ember belegondol, hogy mennyi is van még hátra. Nem terve a műsornak, de lehet, hogy lesznek olyan részei. Bajer Zsolt egyébként a mai bezegnek a vendégek Köszöntöm a YouTube csatorna nézőt és a rádió hallgatóit. Tiszteletem. Szóval nem része ilyen szempontból, de, de mégis lesznek ilyen elemei, amiben nézők, hallgatók számára lehet, hogy ledöntünk egy szobrot az esetetben, és remélem megbocsátott, ha azzal kezdem, hogy ez a fajta érzés, amit egyébként a lár marha jól nyomvadásnak ír le, és ő nyomvadásgátló szereket talált, és ezekről előadásokat tart, de hát ő ugye buddhista részesíti előnyben, úgyhogy ebben van egyfajta rálátása. Én ezt a nyomvadást régebb óta látom már rajtad, és abban is biztos vagyok, hogy nem feltétlenül bayer specifikus a dolog, hanem valahogy hát, valahogy máshogy telik az idő, egyrészt a szakmánkban is, másrészt ebben az újkori magyar demokráciában, és ha az ember végig akarja pörgetni, hogy te is hány állomás helyen voltál, és, és hirdetted az igét, ebben a nyomorult ige hirdetésbe is nagyon-nagyon meg lehet fáradni. Hát, és, és ilyen szempontból teljesen érthető. Hát főleg akkor, hogyha az ember ilyen, mint Babics Jónás, ilyen muszáj proféta, soha nem szerettem igazából soha sem szerettem ezt a szerepet. Azt nem mondom, hogy bele voltam kényszerítve, mert nem voltam. Tehát ez nyilván saját döntés és választás kérdése volt valamikor. Vagy egyszerűen csak így alakult. De ez a muszáj profétasága, hogy Babics írja, ez biztos, hogy sokkal többet kivesz az emberből. Én alapvetően nem vagyok ilyen alkat. Én alapvetően a legjobban otthon ülni szeretek, meg Olvasni, meg, a, meg főzni a kölykeimnek. Nagy, nagyjából megvadászni, meg horgászni. Meg Tehát körülbelül én ezzel el is tudnám tölteni az életemet. Én belegondoltam, hogy aki téged, ha nem is rajongással, de, de szorosan követte a példát, milyen hervasztó mondat ez, hogy egyébként ezt, ezt szeretnéd csinálni. Ez azt is jelenti, hogy, hogy politikusnak alkalmatlan lettél volna? Én szerintem több okból is alkalmatlan lettem volna. Az én vérmérsékletemmel az ember nem menjen politikusnak. Mert, mert ne. Mert egy politikusnak ezerszer meg kell gondolni, hogy mit, meg hogyan mond. Én már milliószor elképzeltem, ha én bennülnék a parlamentben. Biztos, ha nagyon akartam volna 20-30 évvel ezelőtt, hogy én képviselő akarok lenni, biztos ki tudtam volna taposni. De most képzeld -e engem képviselőként. Én biztos verekednék is. Tehát én, át, de figyelj, az élet igazolt téged, tehát kicsit lehet, hogy megerőzted a korodat. Ez, a, ez a, ez a fajta ellenzéki parlamenti szerepkör, amit mondjuk csak az elmúlt négy, négy, éves ciklust, ha nézzük, ami történt és amit láttunk, azt gondolom, hogy Világos. egy kifejezett de ez... tudtál volna funkcionálni de... a régebbi éneddel is. Igen, igen, de pont azért, mert ilyenek, tehát... De... Újra kezdem én magamtól egy hihetetlen szelíd és alkalmazkodó ember vagyok. Ellenben, ha fölidegesítenek, akkor rettenetesen hülye tudok lenni. Meg hirtelen haragú. És biztos sikerülne nekik <laughs> rettenetesen fölidegesíteni engem minden alkalommal. A köztünk lévő korkülönbség az egy 12-es bár a hajam színe azt indokolna, hogy én, én nekem kéne 72 évesnek lennem, de nem én vagyok 48. Az első ilyen közéleti eszmélésem veled kapcsolatban a klasszikus ős sajtóklub. És szerintem sokaknak az én generációm hát, mindenképp. Nekem is az volt. Lovas Pista egy szép napon fölhívott, életemben nem beszéltem vele, és azt mondta, hogy nincs -e kedvem a csinál egy sajtóklubot, az ATV-n, és nincs -e kedvem ebbe részt venni. Se köpni, se nélni, nem tudtam. Hát a Lovas István volt nekünk a, az alfa és az omega. És igen, minden ott kezdődött. Szerintem, ha Lovas nem hív, a mai napig nem vagyok a tévében. És nagyon érdekes, hogy a, az egésznek a hattyú dala, a következő lovas nyilatkozattal zárult. Az, az MTI-hez 2001-ről beszélünk, lovas eljuttatott nyilatkozatában közölte, úgy döntött, hogy szereplését megszünteti, és a választásokig a műsornak Magyarország egy-egy megyeszék tartják meg a sajtóklubot. Lovas István nyilatkozatában köszönetét fejezte ki az ATV vezérigazgatójának, hogy a posztkommunista pártok és a média hatalmas nyomása ellenére lehetővé tette több hónapon át egy nem az MSZP-vel és SZDSZ-szel rokon szenvező sajtóklub működését az ATV-n, ahol a nézők a hét minden reggelin és esténként négy napon át az MSZP és az SZDSZ-szel szimpatizáló műsorokat láthatnak. 2001. Így nem volt. kell nagy ö, tudomány hozzá, hogy ez egy Fidesz kormány. Így van. De hát igen, a mi generációnk azért még pontosan emlékszik, hogy milyen média viszonyok voltak Magyarországon. Attól függetlenül is, hogy mondjuk 98 és 2002 között egy Fidesz kormány volt, semmilyen médiánk nem volt. Ilyen, ilyen összekapart egy-két dolog. És ebben az ATV-n akkor futó sajtóklub pont azért lett ennyire nézett, meg azért Kultikus. lett ennyire is, kult, mert hát nem volt más. Nem a, mert... Mi, kitüntetett zsenik voltunk, hanem egy olyan hang szólalt meg egy televízióban, ami egészen addig egészen egyszerűen elképzelhetetlen volt. És aztán a 2002-es kormányváltás után hát elsők között szüntették meg. Nyilván nem véletlenül. Hogy élted akkor meg? Nyilvánvaló minden... Egyébként gyorsan megjegyzem, azt szokták mondani, hogy az internet nem felejt a túrót. Az, hogy nekem majdnem fél órába telt mi két korai, korabeli anyagot ki tudtam kukázni a 2001-es időszakból, az egyébként elég durva, mert nem 30-40 évvel ezelőtti dologról van szó. Nagy nehezen megtaláltam. Itt a Bayer féle nyilatkozat verte ki a biztosítékot, és akkor ugye te egyéb tisztségeket is betöltöttél, és így összeférhetetlennek ítélték ezt meg meg az a hangvétel, azt sem az ATV nem akarta, és aztán nyilatkozott a Duna TV, hát és, és többen hirtelen is. Hirtelen már senki nem akart hirtelen semmit. senki persze. nem akarta. De ez, ez teljesen irreleváns. Egyébként jó úgy mondod, hogy az interneten mennyit kell kutatni, hogy egyáltalán valamit találj belőle. Soha nem tudom megköszönni egy korabeli rajongó, egyszer eljuttatta hozzám az összes akkori sajtóklubot egy VHS kazettán. Úgyhogy nekem Van megvan. nekem megvan. Van, mondjuk nem tudom mikor kapcsoltam be utoljára, de, de megvan. És aztán jött egy, egy első Fidesz kormány bukta. Ezerféle módon és helyen próbálták megfejteni ennek az okát. A leggyakoribb válasz akkor arra az volt, hogy kommunikációs szinten bukott meg ez az egész, és a végén még két fordulós választásokról beszéltünk. Bár nagyon nagy hajrá volt, de, de nem sikerült ezt az egészet megtartani. Neked mi az akkori diagnózisod? Hát teljesen egyértelmű, hogy egyfelől igen, ez egy ilyen kommunikációs velünk bukás volt még minden ismatt. olyan fideszes, aki azóta csalódott fideszes lett, tehát Persze. ott valami nagyon nagy dolog történt a Persze. polgárosodás eszményével. Volt egy kommunikációs bukás, és hát nyilván az is problémás volt akkor az ebben az egész politikai konstellációban, hogy nem nagyon volt senki, akivel mi pont a két fordulós választási rendszerben jó lett volna, ha van valaki, akivel mi össze tudunk fogni, de nem volt. Hát jöttek szembe, mint az úthenger, és ennek végül is ez lett az eredménye. Bár az kétségtelen tény, hogy a, amit akkor Orbán Viktor a második fordulóban végigcsinált, hát majd, nem egy személyben ennyi múlt, hogy nem változtatta meg az első forduló. Egyébként elég szűk akkor még ellenzéki előnyét. Az egy az egy csoda volt azt végigcsinálni egyébként. Ebben a székben, ahol ülsz, jó pár embert megkérdeztem már azzal a kapcsolatban, volt olyan is, aki nem a mi táborunkat erősíti, hogy ő mégis miben látja Orbán Viktornak a, a zsenialitását. Még csak a szót sem akartam a szájukba adni, de nagyjából volt egy konszenzus arra vonatkozóan, hogy mintha lenne egy egy varázsgömbje. Tehát, hogy ennyi, ennyire érzékelni közeljövőben közép-hosszú távú jövőben politikai mozgásokat belpolitikában és külpolitikában, az több, mint véletlen. Tehát nem lehet ennyire beletrafálni véletlenül. Teljesen egyértelmű, hogy valahol itt kell keresgélni az okot. És én is azt gondolom, sőt egyre jobban ezt gondolom, ahogy haladunk az időben, mondjuk 2002-től errefelé, hogy ahogy az egész nyugati világban, az idő, mint olyan, az, az elveszett, nincs majd. A nyugati ember, a nyugati társadalom és a nyugati politika csinálók számára nincsen sem múlt, se jövő. Egy ilyen pillanat van, ilyen, ilyen egyik napról a másikra élés, és ezt most nem az anyagi értelemben mondom, hanem kb. ez a távlat. És a politika csinálók távlata is az, hogy úristen, holnap a Bloomberg vagy a politika mit fog írni vezércikbe rólam. Annak kell majd megfelelni. És ebben a közegben van egy ember, aki nem csak képes, hanem merészel. 10-15-20 éves távlatokba gondolkodni. Hát ez már, már szinte elképzelhetetlen. Ő, ő a fehér holló. Mennyire tudtad őt megismerni? Biztos vagyok abban, hogy a, a kezdeti szorosabb együtt gondolkozások, akárbulizások, nem tudom, milyen volt pontosan a viszonyotok, nem teszik lehetővé időben később, hogy ugyanolyan szinten meglesz ez a haverkodás. És egyébként ez egy borzasztó érdekes dolog, hogy járod te a saját pályádat, amiben egyébként ezer kötnek Orbán Viktorhoz, de valószínű, hogy fogynak azok, a, azok az aktív történetek, amiket te itt el tudsz mesélni, régieket tudsz valószínűsítem elmesélni. Ez teljesen így van. Ez egy nagyon furcsa dolog. Ha most ha, ha leegyszerűsítve úgy kérd, vagy tetted volna föl a kérdést, hogy mondjuk barátom-e nekem a miniszterelnök, akkor erre nagyon nehezen tudnék válaszolni. De, de, végső soron kis lamentálás után csak azt mondanám, hogy igen. És mondanám ezt úgy, hogy mégis egy kezemen meg tudom számolni, hogy mondjuk egy évben hány szó találkozunk. Csak tudod, van ennek valami, valami másik szintje, ez pedig a, a feltétlen bizalom. Ami szerintem a legnagyobb dolog, ami két ember között, és teljesen mindegy, hogy szerelemről vagy barátságról beszélsz, a bizalom a legmagasabb rendű kapocs. És én biztos vagyok benne, van, van a Fideszben egy-két ember, még az ős Fideszben, akivel uh, ilyen a viszonyom. Ő, Kövér László, most csak a két legfontosabbat mondjam. Tudod, az az érzés, hogy Velük bármikor elmennék a háborúba. Egyrészt, mert egy percig nem kérdőjelezném meg, hogy a jó oldalon harcolok, másrészt soha nem jutna eszembe, hogy nem szabad nekik hátat fordítanom. És biztos vagyok benne, hogy ők ugyanígy vannak velem. Ez pedig barátság, akkor is, hogyha nem bulizunk együtt. Igen. Azon gondolkozom, hogy jó pár kortársamnak, és inkább fiatalabbnak már én mondtam, hogy a Pesti Fekete Doboznak azt a bizonyos, hát lehet, hogy túl nagy szó, hogy a Fidesz geneziséről szóló dokumentumfilmét, vagy azokat a forgatásokat. Egyszer az Index talán kipakolta évekkel, én Igen. ott néztem végig. Az valami, az valami zseniális volt, mert hogy a velünk élő történelem is teljesen új információkat tudott meg belőle az ember, mi a túról történt ott a 80-as évek második felében és végén? Mert ezt akkor itt van egy ember, aki aki, aki tanulja volt. Igen. Egyrészt azt mindjárt az elejére kell szögezni, hogy életem vagy a jó Isten legnagyobb ajándéka, hogy én ennek része se lehettem. Másrészt az egészbe úgy kerültem, mint Pilátus a klédóba. Tehát teljesen véletlenül. Akkor valami csaj lehetett. E, nem. <laughs> akkor nem. nem. E, ugye akkor abban az időben voltak egyetemeken, főiskolákon ilyen szakkollégium, a szakkollégiumi rendszer volt, az egész Fidesz is ebből nőtt ki. És én az ELTE TFK-ra jártam magyar történelem szakra, nekünk is volt szakkollégiumunk, Erdei Ferenc körnek hívták, és jött egy megkeresés, Rácz Andris barátom szólt nekem, konkrétan, hogy a Bibó szakkolégisták csinálnak valamit. Március 30-án este, hogy fő kéne menni, mert ilyen szakkolégiumokból összehívtak embereket, és akkor, hogy hát valami alternatív ifjúsági szervezetet csináljunk a KISZ mellett, vagy helyett, vagy... Én nem... Tehát, ugye, itt jön az, hogy a, a véletlenek sorozata. Először is, én abban az időben még nagyon apolitikus fiú voltam. Gyűlöltem a rendszert, ez von Haus, ahonnan én jövök, onnan nehéz lett volna szeretni. Megvetettem és utáltam az egészet. Akkor még nagyon erős volt bennem az a gondolat, hogy lediplomázok, aztán úgyis elmegyek, mert az egész család NSK-ban van, kétharmad ott él nekem hat hónap az állampolgár, és úgyis le fogok lépni. Addig, csak a diplomát megszerzem, mert az jó, ha van. Tehát kb. így éltem én a... De hát mondom, ha már ilyen izgi, hogy a csináljunk valamit a kis helyet, hát csak megnézem. De ugyanakkor jó, akkor ennyire mégiscsak van benne női <laughs> ugyanazon az estére volt egy házi buli meghirdetve, ahol az egyik nagyon jó csaj is megjelent, akivel én nagyon szerettem volna közelebbi viszonyba kerülni, és akkor végig is azt mondtam a rácnak, hogy jó, nézzünk fel a bibóban, de hogyha az érdektelen meg hülyeség az egész, akkor lelépünk fél olat, és megyünk a házi buliba. Hát azt ott maradtunk éjjel kettőig, és megalapítottuk a Fideszt. Így mennyire egyszerűen a végül és, és, akkor nincs ilyen misztérium körülötte. Azért azokra a zenékre kíváncsi lettem volna, amire nem mentél a házi bulinodra, hogy mik voltak akkor. Mik voltak a zenék? Hát házi, ugye, ebben teljes kettősség volt. Tehát én még a gimnáziumból, ahol Semjén Zsolt volt a pattársam, és mivel neki volt Tesla lemez játszója, ami a kornak a, a Royce-Royce-a volt ebben a műfajban, mi oda jártunk zenét hallgatni, ott két szakirány volt, Pink Floyd, Deep Purple, illetve a hazai vonatkozásban mi omegások voltunk nekünk. Az omega 7-es nagy lemez, ami pont 77-ben jelent meg egyébként, amikor mi elsős gimisek voltunk. az óriási reveláció volt. Tehát milyen Pink Floydos csávók voltunk, és a házi... De arra kevésbé lehet bulizni. És ezért mondom, hogy a házi burik meg úgy néztek ki, hogy mondjuk, mondjuk gimibe amikor táncoltunk, akkor abba, oszibisza, és akkor táncika, és akkor hajnalban, amikor jött a ezotéria, <laughs> akkor lefeküdtünk a szőnyegre, és Pink Floyd, Wish You Were Here, vagy Dark Side of the Moon. És, és természetesen... természetesen az, azért a progresszívra a a ittuk a magunkat, és az angol nyelvtanulás is mindig úgy vette kezdetét, hogy a szövegkönyveket fordítgattuk otthon szótára. Sokkal többet lehetett megtanulni angolul, mint bármelyik angolul. És hát ugyanez volt szerintem. Aztán egy egyetemi stakorunkban, meg már mi volt akkor az zene, Modern Talking. Martin, egy, ja. ami így eszembe jut. Igen, körülbelül. De a Pink Floyd maradt, tehát <laughs> az örök. Vissza a média ö, karrierhez. Én, ha személyes élményt kell mondani, a 2007 legelején induló Lánchid rádióban találkoztam veled először. Tényleg volt olyan, is többször elmondtam már, hogy irgalmatlan mongol garadból képzett zenéket hoztál. Én voltam a zenei szerkesztő, hogy ezeket én tegyem be, mert te majd a nagy bölcseleteit közepette az esti. Még volt erre igény, hogy este egy beszélgetős műsor legyen élőben a rádióban, hogy akkor ott ezeket akarod hallgatni, és aztán ott ismerkedtünk össze. Viszont 2007-ben, ugyanebben az évben te hoztál egy elég komoly változást, és nem egyedül hoztad ezt a változást. Nagyon érdekes, ez egy bizonyos időszakára volt a jobboldali médiában, médiának a jellemzője, Széles Gábor féle médiacsoporthoz vándoroltál, de nem te voltál az egyetlen. Torkos Matild van hirtelen még a fejemben, és, és akkor azt érezte az ember, hogy, hogy van egy erős Hír Magyar Nemzet és Induló Lánc Hidrádió brand. Mi az Isten folyik itt akkor? Persze aztán az ember válaszokat kapott erre. Rivalizációnak élted meg akkor, illetve a, a cégcsoport vezetői rivalizáltak egymással, akkor talán ti nem is, akik, akik ezeket a lapokat. Szerintem mi egyáltalán nem is nagyon hamar túl is lendültem ezen a... a nyilván Nyilván, amikor én ezt bejelentettem először, hogy átmegyek a széleséghez, és rögtön zárjuk is Rizkai rövidre. Jacza. Igen, hát el tudod képzelni. Riszkai cserme, akikkel én nagyon jóban voltam, mert hát az ők eléggé ö, zokon vették, ezt érthető okoknál fogva. De zárjuk rövidre, nem volt ebben semmi misztikum. Széles Gábor adott, tudott adni vissza utasíthatatlan uh -huh. ajánlatot. És akkor átmentünk, és ugyanazt csináltuk meg. Tehát nem kellett szellemiséget váltani, E, csak más kondíciók mellett folytatni ugyanazt. És, és, viszonylag hamar át is lendültünk, tehát aztán mint Gáborral, mint Csermely Petivel azért hál' Istennek megmaradt a barátság. E, itt, itt ennyiről volt szó mindössze. A visszautasíthatatlan ajánlatról, amiért a mai napig én hálás vagyok Széles Gábornak. Miképpen annak is, hogy aztán, amikor annak jött el az ideje, akkor engem tártkarokkal fogadtak vissza a nemzethez, illetve akkor még magyar időkhöz. Oda mentem vissza először, még a Gajdicshoz. Ez jó érzés a jobboldali táboron belül? Tehát, hogy, hogy, és elmondható szerinted az, hogy ez nem egy, nem egy bajerhez köthető eseti egyedi dolog, hanem, hanem ez a fajta bajtársiasság vagy lojalitás oda-vissza megvan. Szerintem Szerinted igen. ebben a szakmán belüli részében? Szerintem akkor... igen. Szerintem igen. És itt egyetlen egy, és nem is mennék én ebbe bele részletesen, de itt az, úgy, az úgymond a jobb oldali táboron belül egyetlen egy felfoghatatlan és értelmezhetetlen szakadás volt ez a Simicska-féle génapos történet, aminek aztán ugye ma már tudjuk, hogy mi a vége. Nekem ott, nekem ott komoly barátaim kerültek át a az óceán másik partjára, amit én azóta sem tudok, és nem is akarok nyilván megbocsájtani. Ahogy nyilván ők is fölépítették már magukban a magyarázatot arra, ez a wishful thinking hogy miért nagyon helyes, amit ők csináltak, és hogy milyen jó, hogy most már nem kell mondjuk velünk közös hajóban ülniük. Akartam erről beszélni, de ha már te odaugrottál, akkor maradjunk itt. Azt mondtad, hogy nem tudsz megbocsájtani. Ez egy viszonylag erős kifejezés. Meg sem próbáltál nyitni, vagy onnan nem érkezett nyitás felé? Sörözés. Mond, mond, mond Te mond. ezt nem így gondoltam. Gondolj bele az én helyzetembe is. Voltak-e egyéni sztorik? Egy. Nekem ott igazából egy ember van azon az oldalon, akivel én kifejezetten baráti viszonyban voltam, és számos erdélyi út, és számos világkörüli út van Sajtán. a házunk mögött, vagy a hátunk mögött, őt Lukács Csabának hívják. Amikor megtörtént már ez a helyrehozhatatlan szakadás után, utána két-három alkalommal pont Erdélyben egy szintén közös barátunk, egyik legnagyobb, szerintem legjobb kortárs magyar író, György Attila tartott, vagy rendezett kint Erdélyben egy, egy ilyen vitafórum, vagy ilyen politikai beszélgetős délután. És ezre a Csabát is meghívta meg engem is, mert neki az volt a fixa ideája, hogy nekünk nem szabad rosszba lenni. De hát ott, beszéltünk Lukáccsal ilyen. Többnyire próbáltunk leginkább ilyen indiferens <laughs> dolgokról társalogni, hogy ne kelljen a dolog mélyére hatolni. Nincs itt már visszaút és nincs, nekem nincs is igényem rá. 60 éves öreg bácsi vagyok, van nekem éppen elég barátom, ismerősöm most. Miért akarjak én megérteni embereket, akik ma Gyurcsány Ferenccel vannak egy szekértáborban? Miért? Nem mondom, hogy inspiráló a, és motiváló az, amikor, amikor folyamatosan a korodat hozod elő, viszont azt a kérdést neked kifejezetten muszáj feltennem, amit fejtettem többek között, Gajdicsnak is, Hud is. És a hallgatók, nézők, remélem, hogy azért nem unják ezt a kérdést, hogy többször előkerül, mert mindig más válasz jön rá. Válságban van-e a szakmánk? És nyugodtan válaszolhatsz egyetemesen, oldaltól függetlenül is. Igen. olyan, do Annyi dolog történt, Ebben az infokommunikációs robbanásban világszerte, hogy, hogy szükség van ránk. Krisztián válságban van. És az, hogy szükség van-e ránk, erre most én nem tudok neked választ adni, vagy hogyha választadnék most hirtelen, akkor azt szóval hogy egyre kevésbé. De az a jó kérdés, hogy szükség lesz-e ránk. Arra meg az az egyértelmű válaszom, hogy igen. Nem pusztán a szakmánk van a válságban. A nyugati világ és a nyugati kultúra van szerintem olyan válságban, ami hát ha 30 éve vagy 20 éve kérdeznek erről, hogy ez lehetséges, én akkor nyilván, hogy kacagba azt mondom, hogy nem. De eljött, eljött a pillanat. A hanyatlás végi Róma. A római színkerdős közepe, Madáty Imrétől. Sőt, három madácsi színben élünk egyszerre, csak nem tudom eldönteni, hogy melyik a vezérmotívum, a római, a londoni vagy az eszkimó, de, de mind három itt van a nyakunkon. És amit már az imént fejtegettem, hogy egyfelől nincsen idő. Megszűnik, a Gutenberg galaxisnak vége van. Én, aki naponta olvasok, Könyvet szeretném hangsúlyozni, könyvet alul a Tehát így, leve így a polcról szeretek levenni könyvet, Én így zenét. és akkor azt olvasni, és akkor mondjuk egyet olvasok kitartóan. Így és Gyulának van egy remek napló bejegyzése már halála közelettén idős emberként írja, hogy ül az 5000 kötetes könyvtárába, és azt mondja, hogy napok óta azon gondolkodom, hogy miért van nekem 5000 könyvem, mikor 30 éve ugyanazt a tízet olvasom. Na én is így, így vagyok. És ugyanaz, ugyanazon tíz egyikén állam a Varáshegy, és minden egyes alkalommal eszembe jut, hogy Krisztusom, ma vajon ebben a nyugati világban rajtam kívül hányan olvasják most ebben a pillanatban a Varázshegyet, és szerintem elhanyagolható mennyiség. Tehát nincs idő, nincs Gutenberg-galaxis. Pillanat van, social media van, hogy ilyen tudományosan fejezzem ki magam, ami pedig a, a semmi, a nihil apoteózisa, Pulvár van. Ha, és ha, ha ezt gondolod végig, akkor mit keresünk mi ebben? Hát olyanok vagyunk, mint a mamutok, az utolsó néhány száz mamut, amelyik még ottan ellegelészett. De, de mivel így nem lehet élni, és ennek vége lesz. Ezt, ezt mindenki tudja. Így nem lehet élni. És ami majd jön, hogy is írja József Attila az eszméletbe? Csak ami nincs, annak van bokra. Csak ami lesz, az virág. Ami van, széthull darabokra. Hát a széthullás kellős közepében vagyunk. És én hittel hiszem, hogy ami lesz, az virág, mert valami más társadalmat kell majd felépíteni, és ez a más, ez nem valami új lesz, hanem valami visszatérés a régihez. És akkor majd megint szükség lesz ránk. És tök mint lehet, hogy ezt már nem élem meg. de hát majd jön akkor valaki helyettünk. Érdekes, hogy a nagy kép részéről közelítetted meg a nyugat Én bedobom neked a, a gyakorlatiast is, aztán elmondod ezzel kapcsolatban a véleményedet. Onnantól, hogy kinyílt ez a bizonyos social media világ. világ. És Törköly Pista bácsik, Törköly Marika nénik kommentelnek, és a maguk egyszerű, Igen. együgyű módján, és most fölvállalom ezt, ez jobb és bal oldalra egyaránt igaz. Hát az értékben. Kommentelnek, a saját maguk módján osztják az észt, és továbbítják az addigi tapasztalatot, vagy bégetik vissza, amit addig hallottak. Ebben a világban nem tudsz már kitűnni. Ha az újságírás nézed, jó esetben legyél generalista, mert a specialistára nincs már szükség, akkor fognak hívni, akkor leszel érdekes, ha mindenhez egy kicsit hozzá tudsz szimatolni, csak már nem az újságírók képesek erre egyedül, hanem megjelennek a politológusok, a gazdasági szakemberek, a marketing szakemberek, a művészek, és már ő is érdekes. És virágozzék tényleg minden virág. De egyre szűkül a tér, a, nem is azt mondom, hogy a hagyományos újságírásra, hanem az újságírók gondolkodásra, mert már mindent elérsz fogyasztóként. Csak azt nem éred el, amit nem akarsz. Viszont a társadalomnak a a kiválasztási igénye és képessége, hogy a jót a rossztól, a hasznosat a haszontalantól meg tud különböztetni, az elsorvadt, tehát az ömlő információ dömpingtől nem tudja kiválasztani ebből a dömpingből, hogy mi a számára értelmezhető és fontos. Léci, azt mond, hogy igen, sőt, pont. Sőt, tovább megyek, az imént, mikor a felsorolásodat hallgattam, hogy jönnek a művészek, a politológusok. Ó, Istenem, ha csak azok jönnének. De nem azok jönnek, hát a celebek jönnek. A celebek jönnek, meg a senkik. Négy-öt évesek voltak, hat évesek legfeljebb a fiaim akkor volt egy ilyen, hogy is hívják ezt most, az egy családi mozi, egy ilyen animációs film, ahova ugye azért családi mozi, mert hogy a apukák is, meg anyukák is élvezik, de hát a gyerekeiket viszik rá. Na, mi háromszor láttuk a Hihetetlen Család című animációs filmet, 20-20 akárhány évvel ezelőtt, ami váteszi pontosággal vetítette előre ezt a világot. És már akkor se értettem, hogy ezt a gyerekek érték. Hát nyilván a gyerekek nem értették, csak jó szórakoztak rajta. Ugye az a szuper képességekkel megáldott anyuka apuka, és az ő gyerekeik, akik szintén szuper képességűek, és az ő kalandjaikról szólt. És ugye az volt a konfliktus első számú forrása, hogy amikor Mr. Irdatlan megment az öngyilkosságtól egy embert, aki éppen a vonat elé akar ugrani, és akkor ő megmenti, és az meg bepereli, mert hogy mentés közben eltört a keze, neki, meg különben is ő nem akarta, hogy őt megmentsék, és akkor a bíróság eltiltja a szuperképességűeket, attól, hogy gyakorolják szuperképességeiket, mert aztán nincsen szükség, mindenki csinálja maga a dolgát, és akkor Mr. Irdatlan egy biztosítási ügynökségen, egy íróasztal mögött és biztos, apró pénzre váltja, tehetség. tehetségét, és Hát önmagában ennél csodálatosabb szimbólum a mai, mai világnak hát nehezen lehetne találni. És még az a mondat is elhangzik, Mr. Irdatlan részéről egy film egy adott pontján, hogy mi van hogy a feleségének mondja, aki lesz így, hogy nem ért haza a gyerek ballagására, és azt mondja, hogy mi? milyen ballagása? Negyedikben, megy ötödikben. Csak ma minden alkalmat megragadnak, hogy piedesztára emeljék a középszerűséget. Hát lehet egy gyönyörűbben megfogalmazni, hogy miben élünk, és ez öregem, ez egy animációs film volt húsz évvel ezelőtt. Én a legjobban. Na, hát igen, ez van. Tehát nem arról van szó, hogy a művé, Isten bárcsak a művészek jönnének. Hát a századfordulón ebben az országban Krúdi Gyulák és Kosztolányi Dezsők írtak újságot. Hát én lennék a legboldogabb, hogyha ők ma ilyen kvalitások írnának újságot, de hát most, és az élet bármely területére nézett, hol vannak? Nincs sehol. Celebek vannak, gender study van, épp most gondolkoztam ma egy teljesen más hír kapcsán. Néztem ezt a finn, korcsolyázó férfiből lett, nő lett, nem tudom, kicsodált, aki az Európa-bajnokság megnyitóján ott mindent a, a jó ízlést alázta meg a produkciójával, és pont az jutott eszembe, hogy ma, ma van ilyen egyetemi tanszék, hogy gender study. És pont arra gondoltam, és még, még, még így se... Ö, ül a hasonlatom, csak ez jutott eszembe, hogy mint az alkimisták annak idején, hogy majd arany, egy csipetnyi agyagból, meg fődből, meg egy csipetnyi disznó ürülékből majd csinálunk aranyat. Na de ugyan, ugyanerről szól a gender study -a, semmiről, csak még az alkimisták munkássága elképesztő felfedezésekhez juttatta az emberiséget. Kénysav, salétromsav, porcelán. Hát Európában a porcelánt az alkimisták találták föl, mondjuk három ezer évvel Kína után, de akkor is ők találták föl. Tehát egy csomó dolgot föltaláltak, az egész kémia, al kémia, alkímia, a kémia, mint tudomány, ebből nőtt ki. Tehát ők mégiscsak csináltak valami hasznosat, de ha csak ezt a részét vesszük, hogy a bölcsek kövét akarták megtalálni, meg az örök élet szírjét, na ez pont olyan, mint ma a gender study. És itt tart a világ, és te ülsz, nézel, ős lénynek érzed magad, mert könyvet olvasol, mert nem akarsz részt venni a social médiában, mert mert megírsz egy nyócflekkes, eszéisztikus értekezést a lapodba, és tudod, hogy... hát an a lídig eljut. Háromszázan fogják elolvasni. De mindegy, mert e, ilyenkor meg mindig megint csak Babics jut eszembe. Az egyik legnagyobb verse a Gazda bekeríti házát, és hogyha valaki nagyon elkeseredik, akkor azt olvasgassa el minden este magán, mikor jönnek a barbárok, és betörnek, a, és azt mondja a szerzetes, hogy csak nyugalom, a kódexeket dugjuk el, őrizzük, kerítsük be a kertet, műveljük növényeinket, és a vége, amikor azt mondja, hogy jön a barbár, és rád rival, hogy én vagyok az új, és te mond, a régi jobb volt. Hát ennél jobb tanácsot nem is tudnék adni. Ha a nyugat válságáról beszélünk, óhatatlan a kérdés, és sejtem nagyjából a válaszodat. a 80-as években, vagy a 90-es évek elején akár, Gondoltad volna, hogy eltelik egy röpke húszas, és a Balkánra fogunk mutogatni hivatkozási alapként, hogy talán az a fajta immunrendszer, ami még erős a nyugati szarral szemben, meg a kelet-közép-európai régió immunrendszere, az lehet az új Európa. Gondoltad a Balkánról, gondoltad akár az, most durvát mondok, az albánokról, hogy, hogy, hogy akár még őket is ide fogjuk egyszer sorolni, hogy mencs vár. Meg a szerbek. Meg a szerbek. Oké, talán azt egy picit jobban, de... Nem, ó Krisztián. Na de ez is Melyik... véges, ez is véges, hát... ez az immunrendszer is és, véges. és egyébként ma még magunkat is nyugodtan soroljuk ide, mert ez fontos. De hát te hogy gondoltuk? Hát az egész életünk itt az egykor volt berlini fal <laughs> szivatósabb felén, hát nem arról szólt, hogy áhítattal néztünk nyugatra, és mikor három évenként, ha jól viselkedtük, és legalább mi szemben mondjuk az NDK-sokkal, mi kaptunk egy kék útlevelet, és elmehettünk nyugatra. Hát ott meg, de nem is, mint Aliszka csoda országban. Hát el se hitte az ember, hogy így is lehet élni. És egyébként minden meg is volt rá. Én pont ezt nem értem, és tényleg nem értem, ez nem valami álnaívság részemről, ha, ha ezt az egészet leszűkítem és leegyszerűsítem, akkor azt valaki magyarázza meg nekem, mert föl nem fogom. A 70-es, 80-as évek nsk ja ami a világ egyik legfantasztikusabb helye volt. Ne viccelj, Rumani Miről beszél? Gerd Müller Beckenbauer. Hát, gazdagság, általános jólét, rend, tisztaság, NSK. Hát oda az ember eljutott NSK, beültél Münchenbe egy sörözőbe, és azt mondtad, hogy innen soha. Hát amit mondtam, én jártam erre a kis eltére, alig vártam a diplomámat, és majd láttam magam, hogy lelépek, lehet, hogy a katonaságra még vissza kell mennem, ment, azt is kibírom, lelécelek, és majd leszek ott bármi. Miért nem volt ez jó? Most mond miért kellett az azt is, és ezzel együtt az egész nyugatot is, valami számomra teljesen felfoghatatlan ideológiák mentén széjjel barmolni. Vagy ez lehet, hogy ez szükségszerű, én nem ennyire még történelem tanárként sem látom, bár meggyőződésem, hogy a történelem tényleg mindig ismétli önmagát, de hogy most erre miért volt szükség, és egy társadalom hogy lehet egy társadalmat, amelyik a lehető legnagyobb jólétben él, rávenni arra, hogy teljesen szétcsesszenek mindent körülötte, és ez boldogan tapsikolva eltűrje, én ezt föl nem foghatom. Ugyanilyen felfoghatatlan dolog, és ugyanígy kezdhetném a kérdést, hogy hitted volna-e a 90-es években akár azt, hogy az a pufajkás hondyula, aki egyébként még külügyminiszterként pont ezeket az ndk segítette át a kerítésnél, hogy a határon hölgyénysúrany parancsoljanak, mehetnek. Hogy ez a hondyula egy baloldali nagyformátumú politikussá válik ma a szemünkben, hova tovább Kovács Lackóval, Á, tovább? Ildikóval. Tovább. Én megnéztem azt az irgalmatlan hosszú Gulyás Marcis Partizánt a Lendoival. És akkor összerakom a mai baloldali nem tudom, milyen jellegű selejt politikusokat ezekkel, hogy ki, kimerjük ma? Én kimerem. Én Kimered mondani, hogy Uramisten, azokra köpködtünk, joggal teszem gyorsan hozzá, és ami itt van, kis túlzással visszasírjuk azt a politikai kultúrát, meg hát, valami valamifajta tudást. Hát meg, meg egyáltalán egy világszemléletet. Hát De Krisztián, hát ez, ezek az emberek hittek valamibe. De én még ennél is tovább megyek, és ez most nem valami Érték, de valami, ez nyilván értékítélet, mint, mint emberi jellem. De hát valószínűleg Türmer Gyulával nincs ezen a világon semmi. Szerintem még abba se értünk egyet, hogy ez piros. De Türmer Gyuláról legalább elhiszem, hogy az az ember egész életében hit valamiben, és azt a valamit soha nem tagadta meg. Ehhez legalább lehet valahogy viszonyulni. Tisztelet sem érté. Horny, hát egyébként. Istenem, hol van ma már hornyula? Teszem föl a kérdést. Hol? Hát, és, de, és, nem az élet egyébként bármely területére nézel. Akkor nem ugyanezt teszed föl magadnak. Talán egyedül a sport kivétel. Na, ott azért a teljesítmény, teljesítmény. De hát, de hát hol vannak a, hol vannak a, a nagy színházak? Hol vannak a nagy írók? Hol vannak a nagy mozik? Hát azért a betyár minden itt. Itt Huszárik Zoltánok, meg Sáros Ándorok készítettek valaha filmeket. De mi készült itt azóta? Most tényleg nyilván a tisztelet a kivételnek. Hova lett a művészet? Hova lett a mozi? Hova lett a Hollywood csodája? Ami már akkor is nyilván, hogy egy egész napot tudnánk arról beszélni, hogy annak milyen mögöttesei voltak, meg milyen ideológiákat akartak belepréselni, de hát azért a mindenség itt neki, ez egy Robert Redfordot, vagy egy Paul newman nézegetni, az mégiscsak egy más világ volt, vagy hogy ugorjunk ide, ma egy Alain nem adják oda az életmű díjat, mert azt mondják, hogy a toxikus maszkulinitás megtestesítője. Anyátok hogy van? De most komolyan. Tehát és ez a világ, ez így megy a sűjesztőbe, és jönnek helyett a csírák, a senkik, akikről azt se tudod megmondani a szó legszorosabb értelme, hogy te figyelj, te kislány vagy, vagy kisfiú, egyen meg a szívedet. Rövid az időnk, játszunk. A játék lényege, hogy amilyen rövid lehet, hogy az egy, egy szó lesz az a reakciód, akkor azt az egy szót kérem, ha nagyon nehéz egy szóval, mert nehéz és aljas ez a játék, akkor akkor amennyire tudod két-három mondatba, úgyhogy a hallgatónak és a nézőnek kiderüljön, hogy mi a viszonyulás a baljánek ehhez. Kategóriákra próbáltam szedni, érzékelni fogod a kategóriákat. Tamás Gáspár Miklós. Őszinte tisztelet. Heller Ágnes. nincs tisztelet. Tölgyesi Péter. Talán elmennék vele háborúba. Békés Márton. Egyik lehetséges utód. Ők a gondolkodók voltak, és talán innentől nem is szükséges a kategória neveket mondani. Antal József. Bocsásson meg mindent. Honjula. Le a Megyesi Péter. A középszer diadala. Demszki Gábor. Harag és düh. István. Tisztelet. Fodor Gábor. Tisztelet. Karácsony Gergely. Ugyan már. Jöjjön egy kis multidézés műsorból, Lovas István. A mentor és a példakép. Tógyi László. Mm, gyakran megfontolásra érdemes gondolkodó. Hanki Ságnos. Szeretem. Liszkai Gábor. Nagyon sokat köszönhetek neki. Barát. Széles Gábor szinte ugyanaz. Simicska Lajos. Áruló. Csermely Péter. Jó barát. Háborúban mennék vele. Szerető Szabolcs. Áruló. D. Horváth Gábor. A legaljasabbak egyike. Csintalan Sándor említésre sem éltó. Szörényi Levente. A megkérdőjelezhetetlen nagyság. És Bródi János. Ugyanaz, mínusz emberi minőség. Ennél precízebben senki nem még a játéknak a szabályai. Hálás köszönet érte. A Bezzegnek van egy utolsó rovata, ami két kérdésből áll. Az idő rövidsége miatt a kifejtőset elhagyom marad az a kérdés, hogy nevez meg légy szíves, az ellenoldali táborból olyan közgondolkodót, újságírót, politikust, művészt rád vízom, akivel, ahogy már egy másik személyel kapcsolatban fogalmaztál, a világ dolgaiban egyáltalán nem. Értesz egyet, talán most lehet, hogy az újságíró vagy publicista lesz az érdekesebb, úgyhogy szorítkozunk arra. De elolvasod, meghallgatod, érdemesnek találod a gondolatait, hogy képben legyél vele mai napig. És ezt indokold meg. Hűha. Hát ott most milyen nagy baj, hogy amúgy is nagy baj, de most milyen nagy baj, hogy TGM már nincs közöttünk, mert ha élne, akkor őt mondtam volna szinte egyedül. A hút, a hút volt egyedül, aki úgy állt innen fel, hogy nem mondott nevet. <laughs> Csak én, én azért azért mondok, akit én elolvasok, és bármi furcsa, egy csomó dologban ugyanúgy látok ügyeket, akár politikában, akár művészetben, vagy bármi másban, mint ő, csak aztán a végkövetkeztetésekben nyilván egy óceán két partján ülünk, akkor egy ilyen nevet mondok, Puzsé Robert. Megleptél? -e? <coughs> Ez volt a Bezzeg Bajá Zsoltnak köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Annyira nyilvánvaló volt, hogy a baját meg kell hívni, és ebből a nyilvánvalóságból fogadom szerintem senki nem hívja meg. <gül> <gül> és, és igyekszünk az időbe alkalmazkodni, alkalmazkodni, én örülök, hogy ezt most össze tudjuk hozni ezt, ezt a beszélgetést. Ö, veled talán megértik a nézők hallgatók, hogy aktuál politikában most nem is volt értelme. Pán, belemenni, minek? és talán kizökkenhettél az állatok érdező szerepedbe. <laughs> Állás vagyok érte, hogy nem kellett politizálni. <laughs> Ez volt a Bezzeglen tulaj Krisztiánt látták, hallották. Egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra, viszonthalásra. Sziasztok!